Franciaország, Párizs, 1480. Egy sötét, félelmet keltő kor, amelyben az emberek azt gondolták, a világ lapos, mint egy tányér, és amelyben a kézzel pergamentpapírra vetett isteni igazságot a székesek házak könyvtáraiban őrizték. Olyan idők voltak ezek, amelyekben az egyház átokkal sújtotta a haladó eszméket, s amelyekben egy nyomtatással írt papírlap puszta birtoklását is halállal büntették. Mandy Patinkin, Barbinek Péter. Richard Harris, Kránic Lajos. Salma Hayek, Németh Borbála. A Notre-Dame-i toronyőr. További magyar hangok. Gáfi Oszkár, Hevér Gábor, Cseke Péter, Littai Klaudia, Hegedűs D. Géza. Évvel később a bolondok ünnepén. Tartóztatni a fiú, tolvaj! Istenháza mindenki számára menedék. A királyi törvény hatalmait véget ér. Egyszerűen is ki kell jönnie. A spanyol udvar útnak indított egy hajóst, hogy fedezze föl a világot. A mi királyunk ezzel szemben képes volna elhitetni velünk, hogy a város falain kívül nincsen semmi. Minden után adót kell fizetni. De a királyi palotában vajon szenvednek-e hiányt valamiben? Megmondom, mi a válasz. Mi folyik itt? Mindjárt kezdődnie kell. Egy kis politika erkölcsi tanításban. Miért kell minden könyvet a templomokban őrizni? Jó beszél. Én megmondom nektek. Hordó szólok. Rossz. Mert az ábrándokat kell. És az állam egyként azt akarja. Ő kell. Hogy ne gondolkozzatok a sorsotokon. Párizs polgárai, a tudás hatalom. Nem várhatunk tétlenül. Lázadjunk fel! Keljünk fel! Rajta! Üljünk le! Elég magasra kerülsz majd, ha fellógatnak. Azzal, hogy tudatlanságban hagyják a népet. Lám, csak egy felvilágosult emberrel van dolgunk. Fogd be a szád, az igazságról beszélek nekik. Párizs népe nem akarja tudni az igazságot. Mulatni akar! Nekünk zene kell! Nekünk Eszmeralda kell! Úgy van! Eszmeralda! Eszmeralda! Várjatok, várjatok! A nemeseknek az a céljuk, hogy
például a szemlányt. Cigányban én sem. Mi a neve? Esmeralda. Esmeralda. Verseny. Ki lesz a bolondok királya? Hogy is hangzott a hirdetés? Emlékeztek? Aki a legtorzabb pofa, azé a korona, így volt? Tehát lássuk, színpadra a felbarátai! Akinek képe rémes, szörnyen, bárgyú vagy épp mérges, az jöjjön! Ábrázatot förtelmes, pibircsókos, mutasd meg mindenkinek! Ha a fejed oly ronda, mint a bikafara! Gyer fel a színpadra! Barátaim, az első versenyző rúd feje a lyukban! Nektek hogy tetsz? Szerintetek lesz csúnya? Egyáltalán lát az ilyen. Szerintem a csúnyaság vonzó is lehet. Van akinek az, biztos. Nekem nem az. Ízlések és pofonok. Jóságos ég. Hé, te! Gyere csak! Nem akarsz híres ember lenni, he? Dehogy nem! Hozzátok fel, hozzátok! Ez az, ha lassan is, de jön ő! Egyik lábát a másik után! Hozzátok! Bolgárok! A versenynek ezzel vége! Íme! A királyotok! Ti balondok! Ez aranyosó! Ez Quasimodo! A Notre-Dame-i toronyőr! Igen! Ő
nem jössz le ide közénk? Tudtuk, hogy torzképű vagy, de azt nem, hogy ennyire ronda. Hékás, megnyerted a versenyt, érted, öregem? Egy hangulat megszavaztuk, hogy te vagy a győztes. Na, mit szólsz hozzá, mond? Na, mi baj, nem tudsz beszélni? Süket! A sok harangzúgástól. Süket és néma! Királynak remek, jobb, mint Lajos. Most meg hová mész? Esmeralda! A koronát! Gyere csak, Esmeralda! A te kezedből akár még a halálos ítéletet is elfogadná bármely férfi Párizsban. Rajta! Quasimodo! Te vagy a bolondok királya, a bolond király! Köszöntsétek a királyt! Hessi! Á, Gosher miniszter úr, jöjjön, mert nem látja a bolond királyt. Tudta, hogy Dom Frollo főesperes minden könyvet begyűjtett a városban? Nem értem, hogy kinek árthatnak a könyvek. Ne törődjön most ezt meg. Dom Frollo már idős, beszűkült, ha jól tudom, vagy 10 éve ki sem lépett a székesegyház kapuján. Yeah.
van. Nem veheti el a királyunkat! Te elvette! Quasimodo! Nem érzed, hogy megaláztak? Nincs önérzeted? Ó, Quasimodo, mikor érted meg már végre? Isten kiválasztott téged. Azt akarja, hogy közvetlenül országába juss. Amikor megszülettél, a gondjainkra bízott, hogy megóvjon az emberek kegyetlenségétől, és attól, hogy a nő megkísértsen. Add ide! Menj nyugodtan a kinti világba, de tudd azt, hogy ott nem véd meg az Isten téged. És én sem. Ennyi nem elég. Nem bizony. Gyere, Tali, sietnünk kell haza. Segíteni akar! Letartóztatni! Ártatlan vagyok! Csak segíteni! Nem csináltam semmit! Nem csináltam semmi rosszat! Quasimodo. Nem tudom, főesperes úr. Keresse meg!
A pokolban? Ott, ahol törvénytisztelő ember még soha nem járt. Ahol poroszló, ha ide merészkedik, eltűnik. Morzsákra szedik. Ez itt a félelmetes csodák udvara. Ahol cigány, kicsapott pap, szerzetes, züllött diák, suhanc, nappali koldusból tolvajjá vedik. A féle nagy öltöző, ahol Párizs örök komédiájának minden színésze, miután az utcákon előadta szerepét, lopott, rabolt, bujálkodott, ölt, este leveti a jelmezét. Gondolom, te igazgatod ezt az istentelen színtársulatot. Én király vagyok. Tolvaj király. Ó, nem, nem. Én itt király vagyok. Császár, pápa, Isten. És te nem tartozol közénk. Nem. De én voltam az, aki ma a téren felhívta a nemesek figyelmét a ti sanyarú sorsotokra. Ó, igen, kihúzol minket a csávából, ha? Ki állsz az érdekeinkért? Mit tudsz te rólunk, mondd? Rosszabb vagy, mint a nemesek. Te a szellem embere vagy, művelt. Ők úgy bánnak velünk, mint barmokkal, te pedig azt mondod, együtt érzel. Jól lakni egyiktől sem fogunk. Ez a párják országa, az elnyomottaké. Itt vagy, pedig téged nem nyomnak el. A törvényt, melyet ők ránk szoktak alkalmazni, mi most rád alkalmazzuk. Fel fogunk akasztani. Mi? Mehet, ugye? Ne! Ne! Könyörögök! Széket! Szívom! Jól mutatsz, nem kényelmetlen. Csak pislancs. Jó lesz! A jelt adok, Simon gyorsan felpattan a bakról. Te pedig magasba emelkedsz. Ha? Várjatok! Nem várunk. De akkor mi lesz a cigánytörvénnyel, ha? Igen, igaza van. Tényleg a cigánytörvény! Mi az a cigánytörvény? Rendben van! Tehát a cigánytörvény kimondja, akasztás előtt meg kell kérdezni a nőket. Akar-e téged valamelyik? Vagy egy tolvajnő öleli át a nyakad, vagy a kötél. Úgy viszont biztos nem vallasz kudarcot. Boszorkányok, van-e köztetek esetleg olyan ringyó, cemendes hajha, aki számot tart erre a kurafira? Valaki, kérem. Egy férfi ingyen? Megéri a pénzét? Kinek kell? Valaki, kérem, jó férj leszek. Lavjon csak. Akasszon be! Akasszon be! Ne, kérem, ne! Először! Másodszor! Nekem kell! Te Esmeralda! Elrontod a szórakozásunkat. Férjül választom ezt az embert. Engedjétek le! Itt van hát a megmentőd. Öcsém, ez a lány a feleséged. Húgom, ez az ember a férjed. Amen. A nevem Esmeralda. Gringoire. Pierre Gringoire. Pupos, hülye nyomorék! Hé, hey, pupos! Nem hallja a barom, mert süke! Hé, hey, pupos! Süket és néma! Pupos, nyomorék! Pupos, nyomorék! Nyomorék! Szeretlek, Esmeralda. A főztöm miatt. Komolyan mondtam. Jolly, ő szeret. Világ életében mindig mellettem volt. A gondolataimat is tudja. Bárcsak én is tudnám. Látom, tetszik neked a cigány élet.
Tényleg nem rossz. Sőt, szívesen élnék veled, mint férj és feleség. Mint két testvér, ha ez nem tetszik. Konyítok annyira a filozófiához, hogy balanszot tudjak tartani. Mi csodát? Hát egyensúlyt. Ó, te zsonglőr vagy. Nem, dehogy is vagyok én zsonglőr. Akkor majd leszel, megtanítalak. De engem nem érdekel. Nézd ide. Ha engem akarsz feleségednek, szakmát kell tanulnod. Van mesterségem, szónok vagyok. Zsonglőr leszel. Figyeld, hogy csinálom. Nem tudnám megtanulni. De megtudod. Gyere és próbáld meg. Kettő az egyikben, egy pedig a másikban. Csak fel kell dobni őket, és el kell kapni. Dobni, elkapni. És húzd magadhoz közel a könyöködet. Így. Jaj, semmi értelme. Nem vagyok zsonglőr, és nem is akarok az lenni. Miért csináltad ezt? Mert kedvem volt hozzá. Hogy gyakoroljak? A Notre Dame harangozó. Don Frollo gyámsága alatt. Figyelem, kösírré tétetik, hogy Quasimodo a Notre Dame harangozója 50 korbácsütésre ítéltetett, mert rátámadott egy nőszemére. Közbe kell lépnünk, hiszen ő védett meg. De a mi szavunk itt nem számít. Igaza van, nem tehetünk semmit. Kettő! Eminenciás uram, nem tudná leállítani? De. Le tudná. Quasimodo elárult. Nem bírom tovább. Biztos, hogy ez a szerencsétlen ember volt a tettes. Felség! Felséges király! Mi volt ez? Itt lent, uram. Ez a táncos lány. Kérem, könyörüljön, felség. Vezessétek fel. Mit tettél gyermeket? Nem én. A púpos miatt könyörgök. Én vagyok az a nő, akire rátámadott valaki, de nem ő volt. Azért korbácsolják meg, mert megtámadott egy cigánylány. Így ítélkezett a bíróság, felséges király. De ő ártatlan. Egy cigányt? Meg kell védenünk mindenkit. Tanúság ez annak, aki meg akarna támadni egy igazi nőt. Ó, nagyon helyes. De felséges úr, könyörgök! A harangozó ártatlan! Ne! 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 Ne!
arcára közszemlére tétetik! Elég legyen! Letelt az óra! Adott nekem vizet.
Adott vizet, vizet. Adott vizet. Elség. Eminenciád? Miniszter úr. Mikor is volt a koronázás? 10 év? Ön úgy elbújt, hogy szinte sose lát. Nagyon hiányolom az udvarból. Tudja, felség, én itt vagyok a legboldogabb. E falak között számomra minden együtt van. De nem találnék benne kivetni valót, ha felséged is feltűnne. Nos, engem az foglal le, hogy mit hoz a földi élet. Önt pedig az, ezt bizton tudom, hogy mit tartogat a halál utáni. Lássuk, mi az, ami miatt miniszterem kérte, hogy jöjjek ide. Ez nem túl érdekes. Német feltalálója, Gutenberg, nyomdagépnek nevezte el. A németek, csak ők lehettek képesek feltalálni egy ilyen gyalázatos szerkezetet. Gyalázatos? Hiszen ez csak egy gép. Gép, ördögi. Kérem, főesperes úr. Ez a masina megdönthet egy trónt is. Akár az önét. Hogyan már, Claude, ne túlozzon. Ez mi? Egy könyvlap, amelyet vele nyomtattak, amikor elkoboztuk ezt a szörnyeteget. Szabadság. Fölhívás felkelése. És ki írta? Mit számítasz? E gép révén bárkiből lehet szerző vagy író. Bármelyik ember véleménye lehet olyan fontos, mint bárki másé. Ezért veszélyes a hatalomra nézve. Mondja ki, amit gondol. Nem örökiratoktól tart ön, hanem attól. Hogy ezután nem nyomható el a szellem. Nem. Nem, nem, uram. Rosszul iszi. A tudás nemes. Mindig ezt vallottam. Tudomány, nyelv, irodalom. Az egyház célul tűzte ki, hogy terjessze. Jöjjenek. Vannak olyan könyvek a könyvtárban, amelyek a régi Egyiptomból valók, és túléltek több tűzvészt. Olyan kincsek, amelyek másutt nem találhatók meg csak itt. Olyan könyvek, felség, amelyet emberek kézzel írtak, nem pedig valamiféle géppel. Épp a nyomda révén jut el könnyen a tudás a tömegekhez. Könnyen? Könnyen? Ha valami könnyű, az csapda. Ha a tudás megszerzése nem küzdelmes, ha nem tart legalább 1-2 évig, hogy elkészítsünk egy sírkövet, ha az ember úgy is szert tehet tudásra, hogy nem-e falak közt keresi, ha az ismeretet rejtő könyv ott van mindenkinek az otthonában, akkor az értéktelen. Mert ha bárkinek lehet ilyen, akkor nem kincs, hanem kacat. Ez védőbeszédnek lelkes volt. Ha azonban a kézírás a múltat jelképezi, és ez a nyomdagép pedig a jelent, akkor nem akadályozom a terjedését. Úgy értsem, semmibe veszi apja egykori ígéretét, miszerint az egyház mellé áll a nyomtatás tiltásában. Felség, ha ennek nem vetünk véget, akkor minden elsilányul. Nekem eszenágában sincs. Ha rajtam múlik, akkor virágozni fog ez az ország. Én viszont védelmezem a nyomdagéptől,
ugyanúgy, ahogy a múltban mindig megvédtem a boszorkányoktól és a mágusoktól. Nincsenek sem boszorkányok, sem mágusok. Nem véletlen. Felség. Hőesperes úr. Meg kell tanulnod úgy járni, mint egy hölgy. Ez már igen sokkal szebb. Uram, ott fent az égben. Bocsáss meg a bűneimet. Megkínoztak miattam egy ártatlan embert. Én feloldozlak bűneid alól. Esmeralda. Ki van ott? Egy rajongód. Valaki, aki látott táncolni. Mint a most történt volna. Hallom a muzsika hangját. Az ablakom pontosan oda nyílik. Állok és látom, hogy táncol egy lány. Egy tökéletes teremtés. Aki olyan szép, mint amilyen a szűz anya lehetett. Azt kívántam, bár csak ő szült volna engem. Ez a teremtés. Te voltál. Már tudod. És mit akar tőlem? Ahogy a tested mozgott, már régen eltemetett érzések törtek föl. És... ismét kínoznak vágyak, amelyről azt hittem, nincsenek többé. Vagyis szerelem. Testi szerelem. Ösztönös vágyak. Nem hagynak nyugton. Egy angyal képében állandóan megjelensz. Igen, angyalként. De nem a fény angyalaként, sötét angyalként, akit a sátán küldött hozzám, hogy éppen amikor a legnagyobb megpróbáltatást kellene kiállnom, tönkre tegyen. Ki akartalak törölni az elmémből, ráhagyatkoztam Istenre, de az alakod szinte beleégett a szemembe, mintha sokáig néztem volna a napba. Ezért elhatároztam, hogy vagy enyém leszel, vagy meg kell szabadulnom tőled.
Olvas. Dom Frollo. Későre jár, de szeretném befejezni a vitákat. A szolgák nem jelentették be. Nem áll senki a kapu előtt. Milyen könyvet olvas? Megmondom, nem titkolom. Marsilio Ficino. Á, igen. Itáliai humanista. Ezzel súlyosan megsérti a törvényt. Nyilván tudja. Igen, az ön törvényét, amelyet én igyekszem megbuktatni. 12. Lajos a fordulat embere. A világrend, amelyet ön védelmez, a múlté lesz. Viszont azt, amelyre ön vágyakozik, nem fogja meglátni. Akar fogadást kötni rá? A király tántoríthatatlan. Lehet, hogy ön ezt nem érti meg. Talán éppen ön nem érti, amit mondok. A király azt tesz, amit akar. Úgy értem, e világot ön nem éri meg. Hogyhogy nem. Jó éjt, Gauchère. Isten áldja meg. Pierre! Végre, hogy itt vagy már kicsit. El kell bújnom! Mi történt? Hőrök vannak mindenütt! Képzeld, az a pap! Megolvastam a tenyerét! A királyi őrség az! Letartóztatják a nőket! Elkobozzák mindenünket, azt is, amit nem loptunk! Miért? Engem keresnek! Akkor gyerünk, gyorsan, gyorsan! Gyorsan! Gyerünk! Menjetek! Gyerünk! Gyorsan! Itt van a lány! Ne! Ne! Én nem csináltam semmit! Nem csináltam semmit! Engedjenek el! Ne ficánkolj! Csak rajtad múlik, hogy fog-e fájni. Csak rajtad! Kérem! Ne! Ne! Gauchère minisztert ma este megölték ezzel a késsel. Tiéd ez a törte vadmacska. Fölösleges tagadnod. Többen mondták, hogy látták nálad. A templom téren. Jaj, uram. Ártatlan vagyok. Ártatlan. Nagyon sajnálom. Meg kell tennem, mert hivatali kötelességem. A csizmát. Ne! Uram, kérem, nem én voltam. Esküszöm, nem én voltam. Ne, kérem. Ne. Ne. Istenem. Szeretem, ahogy táncol. Kár érte. Kezdjétek. Ne. Adják a pont. Válasz. Vegyék le. Tagadod még a vádat? Igen. Tovább. Tagadod, hogy te voltál? Igen! Szorítsátok tovább! Kérem, ne! Kérem! Tovább! Ki van ott? Megöltek egy ember, de nem én. Bántottak. Azért a Bitóra majd fel tudok menni. Ki van ott? Félsz? Igen. De megérdem. Boszorkány! Mi történt? Látogató! Már el, látni akarom őt! Jaj, Grengoire! Mit csináltak veled, kedvesem? Holnap reggel elmegyek a királyhoz. Szeretlek.
Nem szabad kétségbe esned! Szeretlek! Megyek a királyhoz! Ígérem! Akkor ki volt az ablaknál? Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Christus, testa. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Akit Párizs városában Esmeralda néven ismernek, kötél általi halálra ítéltetett, mert megölte Jules Gaucher főminiszter urat. Az akasztás után holtteste a bitonfán lógni hagyatik, és egy teljes napra közszemlére tétetik. Készültél a Szent Gyónásra, gyermekem? Maga. Bánod-e teljes szívedből minden bűnödet, amellyel a jóságos Istent megbántottad? Most még megmentetlek. Kötelezd el magad mellettem, az egyháznak. Nálunk menedéket kérhetsz és találsz is. Magánál? Soha. Az elítélt nem bánta meg bűneit! Nos, akkor Isten irgalmazzon neked. Dobson! Esmeralda!
Megmentettem! Megmentettem! Quasimodo! Adja ki azt a boszorkányt meg a pupost! Megmentettem! Megmentettem! Igen! Megmentettem! Istenháza!
Esmeralda. Egyél. Én addig elmegyek. Ne kelljen állandóan látnod, milyen csúnya vagyok, hogy milyen csúnya az arcom. Várj! Kérlek, várj! Várj! Köszönöm. Akkor lemenjek el. Megégetted. Teszek rá borogatást. Köszönöm. Mondd csak, érted, amit mondok? Értem. Azt hittem, süket vagy. Az vagyok. Most azt gondolod, ez már több a soknál, ugye azt? De... Púpos vagyok, sámta, és még süket is. Ez tényleg rátteledes. Nem gondoltam de... azt. Bizony süket vagyok. Nem baj. Az ajkad mozgásából, a tekintetedben mindent megértek, amit mondasz. Kiolvasom. Áruld el. Miért mentettél meg? Azt kérdezed, miért mentettelek meg? Talán nem emlékszel? Arra a szegény ördögre, akit vigasztaltál a pellengéren. Az a néhány csepp víz. Az, hogy megsajnáltad. Egész élete kevés, hogy ezt meghallja. Lehet, hogy elfelejtetted. De ő emlékszik rád. Nézd! Nézd! Emberek! Ott lent! Milyen gonosznak! Azt akarták, hogy meghalj! És azt akarják majd, amint kilépsz a templomból! Nincs értelme. A végén úgyis feladnak a királynak. Azt nem élünk túl. Nézd! Magas. Magas. Nagyon, nagyon magas torony. A többi is ilyen. Ha valaki leesik, rögtön meghal. Lehet, hogy már a levegőben. Amikor csak akarod, levetem magam. Nem kell szólnod. Elég internet. Hogy mondhatsz ilyet? Éppen azt akarom, hogy boldogan élj. Köszönöm. Köszönöm. Itt biztonságban leszel. Nézd! Ott fel! Nézd! Szervusztok, barátaim! Ide! Gyere! Nézd! Homérosz, Euklidész, Dante! Ő Mária. Ő mindegyikük anyja. Tőle süket ültem meg. Azt hallom, ha ők zúgnak. Akarod, hogy most szóljanak? Vagy kapva!
Köszönöm. Miért? Miért hívnak téged? Esmeraldának. Ez a nevem. Mit jelent ez a szó? Smaragd. És az, hogy Quasimodo? Majdnem ember. Nem. Ezt csak kitaláltam. Annak a napnak a neve, amelyen Frollo atya több mint 20 éve magához vett. Quasimodo, a húsvét utáni első vasárnap. Fehér vasárnap. Fehér vasárnap. Érnek a szüleid? Nem. Hiányoznak? Nem ismertem őket. A kecském hiányzik. Ő valóság, nem csak álom. A szüleimet én sem ismertem. Nem voltak vakok, de szeretetük vak lett. Kétetnek ott lent, halljak meg az asszonyám lépcsőjén. Dom Frollo káprán volt még akkor, nem főesperes. Itt fönt lejtegetve nevelt fel engem. Halával tartozom neki. A könyvek, a legjobb barátaim. Rengeteg van itt a könyvtárban. Mindegyiket elolvastam. Hála nekik, most már nagyon sok barátom van. Cicerótól a Celestinus anyákig. Így tanultam skolasztikát, költészettant, ritmikát, és még hermetizmust is. A bölcsességek bölcsességén írok egy könyvet. Mire befejezem, 600-nál több, vagy akár 700 oldala lesz. Én még soha nem láttam könyvet. Mi van ide írva? Mondd el nekem. Plutarkosz. Ő írta, latinul van. Te voltál ott a cellám ablakánál. Én. Még soha nem szégyeltem ennyire a csúnyaságom. Ha hozzád hasonlítom magam, elönt a szomorúság. Milyen egy bánatos torszülő vagyok én. Hogy itt vagy, él egy kis napfény, egy cseppnyi harmad, egy madár édes éneke. De közben én ijesztő maradok. Kemény. Kemény és szívós vagyok. De nem szörnyeteg. Fele vagy sem, vagy patás ördög. Eszem nem sok, de annyi van, mint a holbéli embernek. Ha,
minden jóra fordul. Ha itt fönnmaradsz, biztonságban vagy. Ide senki nem tud feljönni, elhiheted. Ha mégis félnél, kondítsd meg, meg fogom hallani. Gyere csak velünk, gyere! Majd kiszedjük belőled, ki vagy. Itt más törvények uralkodnak ám. Gyere csak, gyere! Erre felé ólálkodott. Jól van, tűnés, ő mentette meg Esmeraldát. Te hajlan szólok? Nem, ő az. Én vagyok a szólok. Mi van vele? Jól van. Hiányzol neki. Ez micsoda? Remény. Pázs nyomorultjainak. Gyorsan, olvasd el. Párizsiak. Ártatlan emberek tűnnek el minden nap. Van, akit felkötnek, mást élve eltemetnek a börtönben. Igen. Ezt te írtad? Én. Segíthetünk neked valamiben? Igen. A kecske. Köszönöm. Gyere csak! Felség! Remény! Eröplapot! Tolvajok, kézművesek, diákok, csavargók terjesztik szerte az egész városban. Ez is egy nyomdagéppel készült, felség. Ön nem volt elég alapos. Úgy van. Tény, hogy nem vagyok tökéletes. Nézzen ki a térre! Párizs népe majdhogy nem ketté szakad. A közemberek kegyelmet kérnek a cigánylány számára. A nemesek igazságot akarnak. Azt, hogy függesszen fel a menedékjogot. Ne! Félő, hogy precedensül szolgálna. Meggyilkolta a főminiszteremet. Felség, bár én vitában álltam Góserrel, de higgyel nekem, nagyon szeretném, ha e nőre méltó büntetés szabnak ki. Fenntartom a nyomtatott könyvek tilalmát, és ezután sem lehet senkinek sem nyomtagépe. Megígérem önnek, hogy a röplapok készítőit meg fogom találni. Claude, azt mondja meg, hogy mit évő legyek ezzel a cigánylánnyal. Készíts elő, hogy reggel végrehajtsák az ítéletet. De a menedékjogi törvény... Ki mondja, hogy ön nem hozhatja ki a templomból? Esmeralda! Esmeralda! Maradj csendben! Esmeralda!
Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda! Legyen meg a te akaratod. Gyere csak, Quasimodo! Atyám, hova lett a lány? Hova tűnt? Te nyomtattál a géppel. Szükségem volt rá. Törvényt szedtél. Muszáj volt. A lány ártatlan. Hol van most? Legszentebb törvényemet? Megsértetted. Kérem, mondja meg, hol van most Esmeralda? Útban a Pitófa felé. Királynak. Miért? Mert bűnös. Nem bűnös. Maga a gonosz. Nem. Istenem, bocsáss meg nekem. Quasimodo, miatta halt meg a miniszter? Megölette velem. Az a tűz ölt meg benne még. Ő gyújtotta meg. Gyilkos lettem miatta. Ezért kell meghalnia. Halljon meg az ön bűnéért. Nincs önben szánalom. Szánalom? Szánalom. Ó, Quasimodo. Engem szánj. Isten szolgájaként megszerettem egy nőt, és jobban szeretem, mint Istent. Akarom. Testemmel, lelkemmel őt kívánom. Egyetlen mosolyáért odaadnám a jó híremet, a véremet, a megváltásomat, az életemet, halhatatlanságomat. És közben tudom, hogy semmim sincs. Csak egy mocskos talár, amit adhatnék. Éjjel-nappal szüntelenül kísért, és közben látom, hogy másba szerelmes. A teste, az a forma, mely szinte megperzsel. Lágy keblei, félig takarva, mégis sejtetve az egészet, ívnak 100 000 csókra. Tudod te egyáltalán, miféle gyötrelmeket szenvedek el? Meghasad a szívem! Miért gondolja, hogy én nem érlek ilyet? Elvakította a tudás fénye. Ez a nő kényszerít, hogy megszegjem az eskümet, az Isten és én közémát. Rádöbbentett arra, hogy elfecséreltem az egész életemet. Arra, hogy az nem volt méltó Istenhez.
engem szánj, Quasimodo. Nem szánom meg önt. No, a szánalomra méltó. Gyötrelme nem Szent Ágostoné. Maga választott a saját magának. Ha akarja, vége szakad. Szentlélek nevében. Jöjjön. Mondja el az igazságot a törvényszék előtt. Nem! Muszáj! Megszabadulnom tőle! Muszáj! Muszáj! Téged is megátkozott. Gyilkossá tett mindkettőnket. Bolond, azt hiszed, hogy te meghódíthatod? Atyám. Nem vagyok az atyád. Az apád bölcsebb volt, mint én. Elhagyott téged. A sorsodra bízott. Én mentettelek meg. Szörny vagy. Egy senki. Nem. Nem vagyok szörnyetek. Hogy a nő semmi! Ez meg mi? A nép meg fogja támadni a palotát. Több százan vonulnak erre. A koldusok fellázadtak az ítélet ellen. Cigánylánynak. Azzal a céllal jöttünk, hogy kiszabadítsuk. Nem hagyjuk, hogy felakasszák. Mi ez az egész? Ki vagy te? Klo-ben a nevem. Párizs királya vagyok. Uram! Uram királyom! És te ki vagy? Felség, a cigánylány ártatlan. Ha a lány ártatlan, akkor valójában ki a gyilkos? Párizs! Mondja el! Soha! Soha! Mondja, hogy nem volt! És meghal velem! De... Úgy nem nyer rövid bocsánatot. Mondja az igazat. Atyám.
Kérem! Mondd el! Én voltam a gyilkos! Igen! Igen, ő volt a gyilkos! Párizs népe! Engedjétek hozzám a cigánylányt! Hiszek neked, lányom. Szabad vagy. Esmeralda szabad! Győztünk! Most már megbocsátasz nekem. Muszáj végeznem vele. Ne! Atyám! Nem ott. Itt. Miért nem lettem én is körbe, mint te?
Magyar szöveg Barta András, hangmérnök Heizler László, vágó Ódri Tamás, gyártásvezető Pesti Zsuzsa, szinkronrendező Maugner József. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Mirax.